A szombati oroszországi eseményekkel kapcsolatban fogom kérdezni a következő percekben Gecse Gézát, történészt, az Orosz Nagyhatalmi Politika 1905 és 2021 között című könyvnek a szerzőjét. Nagy szeretettel köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Talán azt elmondhatjuk, hogy ez a könyv igen kaposra sikeredett, ugyanis a harmadik kiadását várja, mert a második kiadás is elfogyott már. És mondhatjuk, hogy igen aktuális maga a téma is, ugye az orosz nagyhatalmi politika, ez most nyilván nagyon sokakat érdekel, és valamilyen szinten a témánkhoz is fog csatlakozni. De akkor vágjunk is bele, hadd kérdezzem meg először a személyes véleményét. Mit szólt a szombati esemény sorozathoz, amely itt a nagy nyilvánosság előtt és a média előtt zajlott le? Megmondom őszintén, csak pislogtam. Ugye az orosz történelemben kivételes az, hogy mondjuk a hadsereg az önállósítja magát, ez így volt a szovjet időszakban, és így volt korábban is. Tehát egy újfajta jelenségről van szó. De egyébként magának a Wagner csoportnak a léte az is egy furcsa jelenség, hiszen a legalitás és az illegalitás szélén egyensúlyoz. Ugye csak a legutóbbi időben, tehát mondjuk néhány hónapja, most már elmondhatjuk azt, hogy néhány hónapja derült az ki, hogy mondjuk ők egyáltalán vannak, léteznek, és ugye az orosz haderőnek valamilyen szinten azért a részét képezik, ugye, mert nem képezik valójában direktben a részét, tehát ez is egy nagyon furcsa helyzet, ugye, hogy azokat a feladatokat végzik el, amelyeket mások rajtuk kívül nem nagyon tudnak. Tehát Szíriában például a helyzet az úgy nézett ki, hogy ugye részt vettek a harci cselekményekben, elérték a megfelelő eredményt, és az utolsó pillanatban átadták a szövetségeseiknek a lehetőségét annak, hogy a babérokat besöpörjék a győzelemért. Tehát voltak is, meg nem is voltak. A ukrajnai háborúban egy olyan jó fél évvel ezelőtt derült az ki, hogy mondjuk ők vannak. Eleinte még a Prigozsinnak a személyét sem tudtuk igazán beazonosítani. Volt egy ilyen toborzásról szóló videó, ahol csak valószínűsíteni tudtuk azt, hogy miről van szó. És hát a Wagner csoportnak a vezetője ugye később el is mondta a börtön közönségének, hogy a harcok folyamán 25%-a a besorozottaknak, vagy a felvetteknek, vagy a zsoldosoknak, mert ugye ezek pénzt kapnak azért, hogy mondjuk harcoljanak, azok meg fognak halni. Tehát tessenek ezzel számolni, és ennek az üzenetnek a tudatába nagyon sokan jelentkeztek a köztörvényes bűnözők közül is többek között a Wagner csoportba, tehát itt a helyzet ezt azért is tartom fontosnak kihangsúlyozni, mert ugye itt olyan emberekről van szó, akik halálos bűncselekményeket követtek el. Oroszországban életfogytiglani börtönbüntetés van, halálbüntetés egyelőre még mindig nincs, még mindig nem vezették be, de a börtönviszonyok azok olyanok, hogy ha valaki egy ilyen ítéletet kap, akkor gyakran szívesebben választja a halált, mint hogyha ott maradjon. Nézzék meg a fekete delfinről szóló börtönt, hogy mondjuk milyenek ott a viszonyok, illetve a börtön hivatalos személyzete az nagyon gyakran megcsinálja azt, hogy pusztán szórakozásból vagy fegyelmi célok miatt összeveri a rabok közül azt, aki éppen nem tetszik neki. Tehát élet és halál urai. És hogyha valaki meghal a börtönben, az úgy különösebben senkit nem érdekel. Tehát ez azért benne van igazán a pakliban, és hogyha ehhez képest ugye valaki elmegy harcolni, és megvan a kiképzettsége, tehát az a tapasztalat, ami ugye a hadseregben eltöltött idő már biztosítja számára, akkor hogyha megjelenik egy kvázi szabad körülmények között, az tulajdonképpen egy ilyen kitekintést jelenthet ebből a
helyzetből, amiben a börtönben van. Hozzáteszem egyébként, hogy a nagyapám az első hadi, tehát az első világháborúban hadifogságba került, és ő harcolt a második világháborúban is, és az volt az alapélménye a második világháború, hogy bármi, csak ne a hadifogság legyen. Tehát a hadifog, és az azért mondjuk az első világháborúban a hadifogság más volt, mint mondjuk a második világháborúban. És emlékezzenek vissza a plakátokra, a második világháborús magyar plakátokra. Ugye van egy olyan plakát, ahol a ütközőnek a hátoldalán ott kuksol a katona, ilyen hát, halálfejes egyenruhába, és a szöveg az, hogy Szibériába akarsz kerülni? Ha nem, akkor harcolja végső győzelemért. Tehát ez ható tényező volt a második világháborúban is Magyarországon. Jó, tehát akkor nem csoda, hogy sokan vállalkoztak erre a Wagneres toborzásra, illetve hogy reagáltak ezekre a toborzó körutakra, hiszen akkor gondolhatták azt, hogy ez egyfajta kimenekedés lehet úgymond azok közül a körülmények közül, amit a börtönben megtapasztaltak. Hát gyakorlatilag a szabad életnek az ígérete, hogyha vagy hősi halált halsz, vagy pedig, hogyha hős leszel, akkor meg tudsz menekülni a börtön körülmények között, ráadásul ugye egy elég rendes fizetést is kapsz. Hát zsoldos vagy. Ég és föld. No de... életnek nincsen túlságosan nagy értéke a börtönben, tehát azt azért lássuk be, és eléggé nyomasztóak a körülmények. Különösen, hogy Oroszországról beszélünk, tehát nem véletlen, hogy a Jobbik az ugye szibériai béraktartást ajánlgat, és az valószínű, hogy eléggé erőteljes visszatartó erő lenne a magyarországi bűnözők számára. De most a mi hazánkra gondol, nem? Mert a Jobbik azóta... Hát most a legújabban igen. Ezt tegyük zárójelbe. Tehát a témánkat tekintve, tehát azt mondta, hogy azért csak pislogott azokon az eseményeken, amik történtek itt szombaton. És szeretném kérdezni a véleményét Putyinnak a beszédéről, ugyanis ő szombaton tartott egy beszédet, amelyben ugye árulásról beszélt, lázadásról beszélt, megbocsájthatatlan bűnről beszélt, arról is beszélt, hogy akiket átvertek, megtévesztettek, azok számára még van lehetőség meggondolni magukat, és 1917-et is emlegette. Egyáltalán mit szólt az egész beszédhez, és ebben pedig ezekhez a momentumokhoz? Mi más tehetett volna Putyin? Megjelenik egy katonai lázadó csapat egy olyan országban, ahol a hadsereg feltétlen engedelmességet követel azoktól, akik a berkeiben vannak. Nem volt más választás a Putyinnak, de mindenképpen azt kellett mondani, amit ott ő mondott. Ez teljesen logikus volt. Ami érdekes, az az, hogy a Wagner csoporttal kapcsolatos, mondjuk így, hogy dealben, benne van az, hogy a Wagner csoportnak a vezetője az egérutat kapott, ez az, ami érdekes, hogy Prigozsin menekülési útvonalon tudott ebből az egész konfliktus helyzetből eltávozni, és a másik pedig az, hogy ugye a katonáknak, akik a lázadásban úgymond részt vettek, hát itt mondjuk én igazából a főnöknek a felelőssége, ami elsődleges, a katonáké az abszolút másodlagos, azokat pedig igyekeztek a saját oldalukra állítani. Hozzáteszem, nagyon érdekes az orosz belpolitikának az alakulása, mert hiszen, hogyha megjelenik egy ellenzéki mozgalom, akkor annak a vezetője előbb-utóbb vagy börtönben találja magát, vagy kiugrik a negyedik emeletről, vagy pedig baleset éri. És itt nem feltétlenül fontos, hogy Oroszországban legyen, ez megtörténhet vele külföldön is. A jobbról érkező kritikákat, tehát ilyen szempontból tulajdonképpen a Horthy rendszerhez is lehetne hasonlítani a Putyin-féle rendszert. A jobbról érkező kritikákat viszont a rendszer furcsa módon eltűri. Tehát most itt gondolok a Sztrákov Girkinnek a podcastjaira, ahol Putyint felszólítja arra, hogy fogja be a pofáját, hülyeségeket beszél, és hogy tulajdonképpen az oroszországi vezetés az egy olyan katasztrófa, amiért csak az ukrajnai vezetés a nagyobb.
és ezt a háborút ezt mi elvesztettük már attól kezdve, amikor ugye megindítottuk. Ugye Strelkov Girkin a Donbasszi két köztársaságnak a fő embere volt gyakorlatilag a konfliktus kiújulásakor, tehát az FSB-nek a mondjuk így, hogy státuszban lévő munkatársa, ha úgy tetszik, a malágép lelövésében is kulcs szerepe volt annak ellenére, hogy ezt nagyon sokáig táfolta, és azt hiszem, hogy idén nyáron jár le a titoktartási kötelezettsége, de ehhez képest elég sokat beszél, már lehet, hogy ez megtörtént néhány hete vagy néhány hónapja. Tehát lehet hallani a különböző orosz, mondjuk így, hogy csatornákon, legalábbis a közösségi médián ott azért eléggé jól tetten érhető. Sőt, a Strelkov elmondja azt is, hogy azon csodálkozom, hogy eddig még nem tartóztattatok le, mert hiszen Moszkvában él, ugye jelentkezett megint a Donbászban lévő harcokra, ott megjelent, utána most megint visszament, tehát ugye tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ugye a Putyin féle rendszer ezekkel a úgymond nacionalista, militarista figurákkal kapcsolatosan, mint Prigozsin, mint Strelkov-Girkin, vagy pedig Kadirov, úgy is fogalmazhatunk, hogy kesztyűs kézzel bánik, hiszen ezek szabadon vannak, de lehet egyébként, hogy arról van szó, hogy csak vár velük, és aztán lehet, hogy kiadja, kiszolgáltatja őket a nemzetközi bíróságnak majd idővel, illetve ezeken keresztül produkálja azt, hogy mondjuk mekkora a szabadság Oroszországban. Visszatérve még egy picit a beszédhez, 1917 milyen emlékeket idéz fel a mostani orosz társadalomban, és miért pont ezt az évszámot? Vagy mondta Putyin, pont ezzel például... 1917 a káosz, a bolseviknak a hatalomátvétele, a polgárháború, ami ötször akkor áldozatokkal járt az orosz történelemben, mint az első világháború, de emlékezünk arra vissza, hogy a bolsevikok azért tudtak hatalomra kerülni Oroszországban, mert az orosz társadalom és az orosz haderő az olyan teljesítményt mutatott az első világháborúba, ami az egész orosz társadalmat meggyőzte arról, hogy az ország vezetése az dilettánsoknak a kezében van. Itt a cáról volt alapvetően szó, ki elkövette azt az óriási hibát, hogy ki nevezte magát főparancsnoknak, innentől kezdve a veszteséglista, ami a keleti fronton, a mi szempontunkból a keleti fronton keletkezett, az a cárnak a fejére hullott, és elképesztő népszerűtlenséget sikerült így besorolnia, és a februári forradalom idején vértelenül adta át a saját hatalmát a polgári kormányzatnak, és 1918 júniusában pedig a bolsevikok legyilkolták. Tehát egy elképesztő véres polgárháború alakult ki Oroszországban. Oroszország, mint tényező, mint ország megszűnt szerepelni, és ez egy nagy élmény, negatív élmény az orosz társadalom számára. Tehát ma a bolsevik hatalomátvétel az egy másfajta, mondjuk így, hogy megítélés alá esik Oroszországban, mint korábban. Ez azért érdekes, mert a bolsevik államnak az eredményei, azok rehabilitálódtak a második világháborúban. Tehát a mai Oroszország nagyon sok szempontból kapcsolódik ehhez az úgynevezett bolsevik múlthoz, a sztálini múlthoz is, ami egy tragédia, mert az azt jelenti, hogy ott a elképesztően emberpusztító rendszert, amit a sztálinizmus és a bolsevizmus jelentett, azzal nem tudtak igazán normálisan szembenézni. Tehát voltak erre kísérletek. Putyin elnöknek az első ciklusa, tehát a hatalomra jutása 2000-től kezdve hivatalosan is az mondja, annak a jegyében született, hogy Oroszországnak egy újfajta identitást alakítanak ki, aminek nincsen köze se a cári, se pedig a bolsevik múlthoz. Tehát mind a kettőhöz van Oroszországnak köze. És mind a kettővel él Putyin elnök. Ami a beszédet illeti, az ugye a káoszt jelenti, a 17-es időszakot, és azt, hogy Oroszország gyakorlatilag, mint állam, egy olyan 5 évre megszűnt létezni. Az, hogy mondjuk nem pusztították el, és nem tüntették el a föld színéről,
az az a magyarázható, hogy Oroszország nem érdekelte annyira a világot akkoriban. Másrészt meg ugye az első világháború után a világ többi része az ki volt zsigerelve, és nem tudott Oroszországgal igazán foglalkozni. Ezt azért azt tartom fontosnak hangsúlyozni, mert egyfajta ilyen hát ostromlott vár ideológiát próbáltak a Szovjetunióban sugalni, hogy mindenki el akart őket pusztítani, de hát a dolognak a lényege az, hogy egyáltalán nem erről volt szó, és az orosz gondolkodók, filozófusok közül van is egy, nem is egy olyan van, aki kijelentette azt, hogy ugye ez az az időszak, amikortól kezdve a világ megtanult Oroszország nélkül létezni. Oroszország egy szigetté vált, amikor ugye a kommunista rendszert sikerült már a 20-as években kialakítani, de Oroszország ma nem egy sziget. Tehát ma Oroszország a világ gazdaságába be van integrálódva, ez Oroszország számára haszon, de Oroszország számára másrészt pedig egy óriási katasztrófa, hiszen ez azt jelenti, hogy technológiai szempontból már a Putyin, hát már a Jelcin időszak is arról szólt, hogy alapvetően lemondtak arról, hogy mondjuk egyfajta ilyen versenyfutásban legyenek a nyugattal. Perestroika idején még előfordult az, hogy borotvát és kvarcórát gyártottak a Szovjetunióban, és itt most nem véletlenül használom ezt a kifejezést. Az iparnak a különböző ágazatai azok lényegesen fejlettebbek voltak, mint ma. A Jelcin időszakban és később a Putyin időszakban is ezeket a mondjuk így, hogy másfajta nyugati technológiához kapcsolódó eszközöket ezeket megvásárolták nyugatról. Nagyon sokat ezek közül egyébként odaként sokkal, de sokkal olcsóbban lehet megvásárolni, mint azokban az államokban, országokban, ahol ezeket előállítják, vagy Nyugat-Európában, vagy az Amerikai Egyesült Államokban. De ez azzal járt, hogy ezeket abszolút nem termelik. Tehát ezekre ők rá vannak szorulva, ezeket ők megvásárolják, és hogyha megvásárolják, akkor ki vannak szolgáltatva a nyugatnak, meg ki vannak szolgáltatva azoknak a technológiáknak, ahonnan ezt beszerzik. Hát a szombati események után úgy tűnik egyébként, hogy ezt a káoszt sikerült elkerülnie Oroszországnak, legalábbis most egy időre, hogy mi lesz aztán, azt nem tudjuk. Ugye Antony Blinken nyilatkozott, hogy az első felvonását láttuk ennek az orosz drámának. Hát kíváncsi lennék az ön véleményére is, hogy ez valóban egy lezárt ügynek tekintendő, ami itt szombaton elindult, és aztán úgy tűnt, hogy szombat estére be is fejeződött, vagy pedig lesznek ennek aztán későbbi lépései, és hogy fog kinézni a belpolitika Oroszországban? Putyin vezetési stílusából milyen következtetéseket lehet levonni? Nézd, hogy a tévét nézi valaki, az orosz tévét, akkor az a benyomása, mintha nem is lenne háború Oroszországban. A televízió az abszolút a központi hatalomnak a kezébe van. Putyin, amikor megjelenik egy fórumon, akkor olyan, mintha Orbán Viktort hallanánk, annyira meggyőző a publikum számára. Nyugati újságírókat is beengednek ezekre a fórumokra, nyugati újságírók is tehetnek be, egyébként Stier Gábor is adott esetben tehet fel kérdéseket, és tett is fel kérdéseket egy-egy ilyen, mondjuk úgyhogy hát sajtótájékoztató keretében, és olyan, mintha nem is lenne háború Oroszországban. Komolyan mondom, az az embernek az érzése. Tehát a második világháború és az első világháború között, hogyha megfigyeli az ember a különbséget Németországban, akkor azt veszi észre, hogy a második világháborúban ugye Berlin még a bunker széléről is ellenállással tudott buzdítani, mert azt jelenti, hogy Berlin ostromakor is védekezett a német hadsereg. Még az első világháborúban úgy tették le a fegyvert, hogy mindenhol az idegen országoknak a területén voltak, és utána forradalom tört ki Németországba. Tehát a második világháborúban a németek vigyáztak arra, hogy a hátországnak az ellátottsága az biztosítva legyen, és ennek köszönhetően az ellenállást azt tudták produkálni itt is. Ugye azt látni kell, hogy mondjuk az orosz vezetés az kifejezetten figyel és ügyel arra, hogy az ellátás az biztosítva legyen. Ez egy kitérő volt abból, amihez ők hozzászoktak. Az egyik olyan alakulat, amely elképesztő mértékű harcedzettségre tett szert az idők folyamán,
és professzionálisnak tekinthető. Az csinált egy ilyen ramazurit. Ezeket vissza fogják integrálni az orosz haderőbe. A Prigozsin nyilván félre rakják, tehát most a Prigozsin örülhet annak, hogyha életben marad, hogyha nem lövik le esetleg véletlenül, vagy nem ér egy baleset, de azon kívül a harcok azok tovább folynak Ukrajnában, tehát ugye az, hogy mondjuk az ukránok most több évre előre kaptak anyagi forrásokat annak érdekében, hogy egyáltalán talpon tudjanak maradni, ez arra utal, hogy a háború hosszabb fajta folytatására lehet számítani. Az biztos, hogy Putyinnak a tekintélyén csorba esett, és hogy ez neki nem használt, vagy nem rendítette meg alapvetően a hatalmát, ez biztos. A társadalom előtt szenvedett csorbát ez a tekintély politikai szempontból? Hát mindenféle szempontból. Tehát az elit szempontjából is az elit a szépen rendszabályozva van, tehát hogy valakinek esetleg eszébe jutna az, hogy mondjuk nem lép egyszerre, akkor ott porul fog járni, ezt nagyon jól tudja mindenki. A társadalom szempontjából pedig ugye egy marginális rétegről van szó, a nagyvárosoknak a lakosságáról, alapvetően Szentpétervára, Moszkvára, a Rostov-na-Donúra is gondolhatunk, ahol most ugye a Wagnernek sikerült eredményeket elérni egyik percről a másikra egyébként, tehát ott az látszik, hogy úgy vonultak be oda, mint kés a vajba, tehát egy millió fölötti várost egy 15 ezeres csapattal pillanatok alatt el tudtak foglalni, természetesen ehhez kellett a haditechnika, meg az is, hogy mondjuk minden úgy működjön, ahogy ez a nagykönyvben meg van írva, de hát miért nem működne úgy, hogyha mondjuk hozzászoktak, tulajdonképpen ők szoktak hozzá a leginkább ahhoz, hogy mondjuk egy háborút azt miként kell megmenteni. A nagyvárosok lakosságát azt Putyin eddig is kimérte, tehát ügyelt arra, hogy mondjuk onnan túl sok embert ne vigyen el, ügyelt arra is, hogy lehetőség szerint pénzt adjon azoknak, onnan toborzással gyűjtsék be az embereket. Természetesen nem lehet azt tehát azt nem lehet kivitelezni, hogy mondjuk ha általános hadkötelezettség van, már pedig az van, hogy mondjuk onnan ne vigyenek el embereket, de embereket, hogy igyekeznek nem a harci cselekmények helyszínére behívni, hiszen ha oda hívnák be őket, akkor az gyakorlatilag golyófogó húst jelentene. Viszont azok, akik ugye be vannak hívva, azt látni kell, hogy az orosz hadseregnek az egyharmada körülbelül az általános hadkötelezettség körében behívottakból áll. Egyharmada körülbelül zsoldosnak tekinthető olyan szempontból, hogy szerződést kötnek vele, tehát úgynevezett kontrakt neki, az egyharmada az meg artiszt. Tehát kétharmada tekinthető hivatásosnak, na most ha valaki leszolgálja az egy évet az orosz hadseregbe, akkor onnantól kezdve bevethető a fronton, de azt az egy évet le kell szolgálni annak érdekében, hogy bevethető legyen, és akkor kötnek vele egy úgynevezett szerződést, tehát onnantól kezdve szerződéses katonává válik, és hogyha fronton esik el, akkor bizony a családja az jelentős anyagi kárpótlásban részesül, tehát még ez is van, ez is benne van a kalapban, hogy mondjuk kap egy zsigulit, hogyha meghal a gyermek a fronton, és hősi halott lesz, tehát ezt elfogadja a társadalom. Jól jár anyagilag. Most ezt azért mondom, mert egyébként egy orosz fiatal, egy Isten háta mögötti területen, mondjuk Dagesztánban el tud érni, mondjuk hogy hát számítjuk forintba a fizetését, egy olyan 70 ezer forintot. Hogyha bemegy a hadseregbe, akkor ez a 70 ezer forint, ez 800 ezer forintot jelent. Tehát 70 és 800 ezer forint, a 70 és a 800 ezer forint 1,2 millió is egyébként adott esetben, de ez egy több mint 10-szeres szorzószám. Tehát azok, akik ezekben az elmaradott régiókban vannak, és választhatnak a között, hogy hol lesz meg, akkor nyilvánvaló, hogy mondjuk a hadsereget választják. És hogyha a hadsereget választják, akkor ugyanaz van, mint az amerikai hadseregben, ami gyakorlatilag egy szintiszta zsoldos hadsereg, hogy az egy biznisz. Hogyha ő ott megjelenik, akkor ő neki azért pénz jár, nem is kevés, és hogyha így hal meg, akkor nem fog a társadalom többi tagjából együttérzést kiváltani, hiszen mindenki tudja azt, hogy azért ment oda, mert ez neki megérte. Hogyha tömegessé válik természetesen a pusztulás, már pedig azért erre is van lehetőség, hiszen a háború folyamatosan eszkalálódik,
akkor a sorállományt be kell hívni, a sorállományt hadrendbe kell állítani, a sorállománynak az a része, amely képes lesz arra, hogy harcoljon a frontokon, az idővel meg kell, hogy jelenjen a fronton, hogyha az jó kiképzett tisztek vezetik, és jó a szellem, relatíve jó a szellem, tehát gonoszoknak festik le mondjuk az ukránokat, Bandera híveinek, fasisztáknak, stb., és ők meg a felszabadítók, ugye ezt megszoktuk már az oroszok részéről, hogy ők szeretik felszabadítónak képzelni magukat, akkor a hadseregnek a szelleme az tűrhető. Nem azt mondom, hogy olyan, mint az ukránoké, akik az életükért küzdenek, de változatlanul felszabadítónak képzelik magukat, és látjuk azt is egyébként, hogy az orosz hadseregnek a vezetése igyekszik kimélni az ukrán fronton harcoló személyi állományt. Tehát nem hajtja őket értelmetlenül bele olyan ütközetekbe, mint amit az oroszoktól megszoktunk, vagy amit a háborúnak a kezdeti napjaiban láthattunk, hogy az elit egységeket vetették be ott, ahol hát olyan túl sok esélyük nem volt, és le is darálták gyakorlatilag az ukránok ezeket az egységeket. Tehát most egy sokkal átgondoltabb orosz hozzáállással találkozunk, és hogyha ez a hozzáállás az ilyen marad, és mondjuk mérsékelt, már pedig nem tud más maradni, mert ugye ahhoz egy lényegesen nagyobb haderő kellene, hogy legyen, hogy az oroszok Ukrajnát el tudják rendesen foglalni, így mondjuk a Novorosszia sávot tudják maximum megszerezni, ami azt jelenti, hogy legrosszabb esetben, ha a dolgok úgy alakulnak, akkor megfosztják az ukránokat a Fekete-tengeri kiáraktól, ott attól még egyébként nagyon messze vagyunk, hiszen Nikolaj Odessa az, ami ilyen szempontból igen kérdésesnek tekinthető távlatilag, és hogyha a fegyvereket az ukránok kapják, akkor ott nincs esély, hogy mondjuk ott az oroszok labdába rúgjanak, de hogy kifüstöljék őket akár a Donbászból is, az azért igen kérdéses. A Donbász és a Krím-félsziget közötti területen tudnak eredményeket elérni, a kérdés az, hogy mekkorákat és mennyi idő alatt. Tehát, hogyha elhúzódó háborúban gondolkodunk, akkor ez az úgynevezett Novorosszia sávnak, ez az úgynevezett keleti része, ez elképzelhető, hogy jól védhető marad az oroszok számára, úgyhogy ott még akár évekre elhúzódó háborúra is számíthatunk, persze abban az esetben, hogyha Vlagyimir Putyin közben nem hal meg, de ha meghal, akkor lehet, hogy egy nála rosszabb megoldás következik, ez is benne van azért a kalapban. Ez egy külön műsort megérne, hogy hogyan néz ki most Vlagyimir Putyinnak a környezete, és ha ő nincs, akkor ki lehetne helyette, de végezetül inkább hát, más... Nem, a külön műsort nem, mert nincsen senki. Senki nincsen körülötte a labdákban. Hát nincsen. Az összes többi megoldás, akiket ismerünk, az rosszabb nála. Egy-kettő, azt a fajta integráló szerepet, amit a Putyin 20 év alatt kikísérletezett, azt nem tudja rajta kívül más csinálni. Ott van például a Rogozin, aki mondjuk szintén a televízióból most rosszatomnál van, és azt vezeti, tehát mondjuk az űrhajózási ágazatban helyezte át őt Putyin, de ő neki nincs meg az a fajta támogatottsága, ami a Putyinnak megvan. A Strelkov-Girkin, aki ugye gyalázza gyakorlatilag az orosz politikai osztályt, meg azt a politikát, amit Oroszország csinál, az elképesztő népszerűséggel rendelkezik, de ez egy résznépszerűség, tehát ott mondjuk így, hogy katonai elitben rendelkezik egy bizonyos fajta bázissal, a társadalom többi rétege az fenntartásokkal viseltet iránta. A Prigozsin ez egy bűnöző. Tehát azt látni kell, hogy ugye, ő több évet töltött börtönbe, gazdasági bűncselekmények miatt még a Szovjetunióban, prostitúcióval foglalkozott, élelmiszer kereskedelemből a hotdogok árulásán keresztül szerzett egy komolyabb jövedelmet, és onnantól kezdve vált Putyinnak a főszakácsává, de ez a bűnözői világból jön. Tehát ez a KGB, az FSB, az erőteljesen össze volt fonódva ezzel az úgynevezett orosz alvilággal, nagyon jól meg is értették egymást. Tehát az a fajta vagyon egyébként, amit Putyinnak sikerült még, mint szentpétervári főgazdasági szürke
figurának összeszednie, illetve azokat a kapcsolatokat kialakítania, azok azért a ezzel a fajta háttérgazdasággal elég erőteljesen össze voltak fonozva. Egyébként hozzáteszem, hogy Magyarországon is, tehát az a rendőrség, ami a 90-es években végezte úgymond a dolgát eléggé sanyarú körülmények között, és a titkos szolgálat, ami ugye tulajdonképpen azt kellett volna, hogy kéz a kézben menjen együtt, de hát külön érdekeik voltak. A titkos szolgálatnak olyan fajta érdekei voltak, hogy az úgynevezett Magyarországon lévő bűnözői struktúrákra rátelepedve kézben tartsa a világot. A rendőrségnek meg elvileg olyan fajta feladatai voltak, hogy azt a fajta bűnözői világot, ami létezik, azt felszámolja. Ez két egymással ellentétben álló logika, és azt kell látni, hogy az Oroszországban most ez a fajta bűnözői világ, meg az FSB, tehát a KGB összefonódásából kialakuló elit, az kézbe vette ezt a fajta hatalmat, és civilizálódott, azaz konszolidálódott, de ez a fajta verekedés, ami kialakul a frontokon, azért olyan szempontból továbbra is meghatározó, hiszen az, hogy a Prigozsin ezt a fajta luxus megengedheti magának, hogy szembeszáll a központi hatalommal, azért az innen eredeztethető egyrészt, másrészt meg ugye azt is látni kell, hogy a harci logika az egy másfajta logika, tehát hogyha ők eredményt akarnak elérni a fronton, akkor valóban hivatkozhatnak olyan fajta visszaélésekre, amit a központi hatalom részéről, és itt a hadvezetésre gondolok, tapasztalnak. Hiányosságok, hatékonytalanság, amit ők megoldottak egyébként. Vérrel és vassal. De ettől függetlenül valóban az orosz haderőnek ugye ezek a jó működő részei. A Prigozsinra gondolok, a csecsen főnökre, és van még hét olyan alegység az orosz hadseregen belül, amelynek a fegyvere is különböznek egymástól. Tehát mondjuk ez nekem is újdonság volt, hogy az ukránok zsákmányolta fegyverekből derült az ki, hogy milyen fajta eszközökkel rendelkezik az orosz hadsereg, mert nekem ez úgy korábban nem tűnt föl, amikor voltak ezek a Vörös téren zajló katonai parádék, hogy egyrészt ugye ezek hét különböző, mondjuk így, hogy most nem a Rozgvárdiára gondolok, amit egy ilyen tömeges és kifejezetten a városi harcoknak, a tüntetéseknek a felszámolására kialakult kvázi katonai szervezet megalakítása jelentett, hanem ezeken kívül az úgynevezett elitességek, de most ugye a 15 ezeres Prigozsin féle lázadás személyi állományával szemben egy olyan 10 000-es állományt tudott volna kiállítani Putyin. Tehát azt lehet nyugodtan kijelenteni, hogy nem volt meg az a fajta, mondjuk így, hogy túlnyomó katonai fölény, vagy emberfölény, ami a Prigozsinnak a felszámolását azt perspektívikusan igazolni tudta volna, és valószínű, hogy az elnök és a környezet ezt belátta, mindenképpen le tudták volna lenni, tehát fel tudták volna számolni, csak ennek nagy lett volna a záró. Ráadásul folyik egy háború, és ezeket az embereket, hogyha egyszer mondjuk itt háború van, akkor arra felhasználni, hogy egymást gyilkoljuk le, és ezzel kapcsolatosan fontos ez az 1917-es állapotokra való visszautalás, azért más, hogyha a frontokon tudjuk bevetni, és ugye a saját hatalmunkat tudjuk kiépíteni, vagy megtöbbszörözni, mint hogyha a saját hatalmunkat ássuk alá. Hogyha ők egymás között vérfürdőt rendeznek, akkor egymást végzik ki, és gyengítik a központi hatalmat. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy a Putyinnak a megegyezése, vagy a kiegyezése a Prigozsin féle felkeléssel, fogalmazunk nyugodtan így, az egy teljes mértékben racionális döntés és lépés volt. Tehát ezt lehetett ebben a helyzetben csinálni, és oda kell majd figyelni lényegesen erőteljesebben, hogyha bármi van, bár nem tudom, hogy ennél jobban oda lehet-e figyelni, mert az egész FSB rá van telepítve nyilvánvalóan a hadsereg, meg a külföldi elhárítás, tehát a GRU
megvannak itt azok a szervezetek, amelyek vizsgálják, illetve figyelemmel kísérik, hogy mi történik az orosz hadseregben. Na akkor egy utolsó kérdés még, ugye itt az elmúlt napokban olyan forgatókönyvek is szányra kaptak, miszerint az egész csak egy megrendezett dolog, ami történt itt szombaton, és azzal próbálták ezt alá támasztani, amit ön is említett, hogy haladt a Wagner, mint kés a vajban, ugye Oroszország belsejében, Moszkva felé, hát hogyha ez nem egy előre megrendezett dolog, akkor ezt Oroszország biztos nem hagyta volna, ugye nem tudunk áldozatokról, de azért nem olyan jelentős mennyiségről van szó, ami egy katonai puccs esetén esetleg felmerülhetne. Tehát sok-sok tényt szedtek össze egyes elemzők, azt állítva, hogy ez lehet, hogy csak egy megrendezett dolog a külvilág számára, és erre hivatkozva aztán Putyin tud tisztogatásokat a saját politikai klientúrájában elvégezni, és tud új embereket kinevezni. Hát nézze, hogyha valami megrendezettnek tűnik, az arra azért felhívom a figyelmét, hogy ez nem szokott olyan jól sikerülni, mint amit mi most is láttunk. Ez biztos, hogy nem megrendezett dolog volt, én erre mérget leszek. De egy-kettő azért ledurrantottak egy-két harci helikoptert, illetve olyan repülőeszközt az űrzavarban, amit az ukránok se tudtak produkálni. Tehát mondjuk ez azért nagyon azért került anyagi áldozatokba az orosz hadseregnek, hogy mondjuk ez így megtörtént, hogyha ez megrendezett lett volna, akkor azok ezeket nem semmisítették volna meg ezeket az eszközöket. És az, hogy a Prigozsin haladni tudott, mint kés a vajban, az azzal magyarázható, hogy az összes többi alakulat, tehát az olyan fajta alakulatok nem voltak készenlétben a Prigozsinékkal szemben, akik fel tudták volna velük venni a harcot, és nyilvánvaló, hogyha valaki harcba bocsátkozik velük, akkor nem akar a biztos halálba menetelni. Tehát nyilván ki kellett volna válogatni az innent említett 10 000-es létszámú csapatot, amit Putyinék Moszkvában már mozgósítottak is, de ezek 10 000-en voltak, a Prigozsinék meg voltak 15 000-en. Tehát itt az esély arra, hogy hatékonyan el tudtak volna velük szembe járni, azért elég kicsi volt. Tehát legalább 3-szoros túlerővel kellett volna, hogy rendelkeznek egy olyan 30 000 fővel, de nem volt nekik annyi. Tehát ez ugyanaz, mint amikor Demko Attila mondja azt, amikor az ukrajnai háborúról van szó, hogy 700 000 emberrel kellett volna megszállni Ukrajnát. Igen, ám csak, hogy az orosz hadsereg az nem tud akkor Ukrajnára 700 000 embert elkülöníteni, hogyha összesen 1 millió főből áll. Ugye, hogyha csak azt veszük, hogy mondjuk a helyőrségekben is ott kell, hogy maradjon ember, akkor képtelenség, hogy ekkora katonai erőt tudjon az Oroszország elkülöníteni, úgymond egy speciális katonai akcióra, tehát ilyen szempontból még azt is lehet mondani, hogy az elnevezése is korrekt a kezdeményezésnek, amit Putyin részéről megszoktunk, mert lehetetlenség. Tehát lehetetlenség egy 1 milliós hadsereg, most felemelték 1 500 000-re egyébként a hadseregnek a létszámát, tehát a kérdés, hogy ezt mikor érik el, már úgy, hogy mondjuk ez ténylegesen akcióképes is legyen, de én szerintem nyár végére valószínű, hogy ez sikerül. De ettől függetlenül, hogy a helyzet az, hogy a fizikai tételek vannak, tehát én azt egy jó elképzelésnek tartom már praktikus szempontból, hogy legyen egy akkora hadsereg, ami bevethető, és modern fegyverekkel van ellátva, és ez az orosz hadsereg, ez körülbelül úgy 2021. decemberére, amikor a Sojgu bejelentette az átfegyverzettségét az orosz hadseregnek, ez úgy be is ért. Tehát amikor valaki spekulál azzal kapcsolatosan, hogy a 2000-es években mit mondott a Putyin a Nyicheni fórumon, meg másutt is, hát az egy ilyen nagy humbug, mert a Putyin ott mondhatott akármit, mert akkor az orosz hadseregnek az átfegyverzettsége nem volt 20%-nál magasabb. Ez az, hogy ők a grúziai háborút megnyerték 2018-ban, az maga volt a csoda, és nagyon sok más együtthatónak az eredménye is volt, hiszen elképesztően sok marhaságot csináltak. Túlerő, tehát a számbeli túlerő is kellett ahhoz, hogy mondjuk azt szépen meg tudják nyerni, de a technikai háttere az orosz hadseregnek az a
az kritikán aluli volt abban az időszakban. Tehát az orosz hadi reform az akkor kezdődött, és mára ér be. Tehát az, hogy az orosz hadsereg bármit is csinálni tudjon, ahhoz el kellett telnie egy olyan jó 10 esztendőnek, hogy az orosz hadsereg, ez, hogyha megjelenik a fronton, akkor ne a térdé csapkodja mindenki a röhögéstől, hogyha megjelennek. És hát amire egyébként volt példa az ukrajnai hadműveletnél is, hogy ugye az ellátás nem volt megszervezve a katonáknak, hiszen az első támadáskor ott előfordult, hogy az orosz katonák azok zöldséges boltokat fosztottak ki, mert olyan volt az élelmezésük. Tehát emberi étkezésre alkalmatlan volt az orosz hadseregnek az élelmiszer csomagja. Nem véletlen, hogy a Sojgu meg a Putyin után elmentek a kínaiakhoz, és ilyen élelmiszer csomagot vásároltak a speciális katonai művelet megindulása után, mert oly mértékben volt elhanyagolva, 10 éves szavatosságát elveszített konzerveket kaptak a katonák. Úgyhogy ilyen apróságok azért előfordultak, az, hogy mondjuk most próbálnak mindenféle hiányosságot kiküszöbölni, az azért, ahhoz azért el kellett tennie annyi időnek, mint annyi mondjuk a hadműveletek megindítása után történt. Tehát ők folyamatosan korrigálják egyébként azokat a hiányosságokat, amelyeket azóta észrevettek, hiszen azt is látni kell, hogy ugye a korrupció nem csak Ukrajnában magas, hanem ugye az orosz vidékeken is, és ezeket a készleteket, amelyeket ugye a hadsereg számára elkülönítettek, akár pénzben is, azt azért megcsapolta mindenki, aki tudta, akinek volt rálátása arra, hogy mondjuk itt mire megy el, és ennek megfelelően az orosz hadseregnek az ellátás, ez nem olyan. Másrészt meg van egy technológiai lemaradás, én most nem is olyan régen megosztottam a Facebookon egy olyan posztot, amiben a T-72-esből T-90-esre átalakított. Tehát azt lehet mondani, egy korszerűsített orosz páncélos bekerülési költségeit elemezték, ez háromszor annyi, mint a Leopard 2-es. Tehát tessék elkezdeni, hogy a Leopard 2-es legyártják, ami azt jelenti, hogy mondjuk a mai korszínvonalán álló jó páncélos, és ahhoz, hogy mondjuk egy T-90-es vele versenyben tudjon lenni, háromszor annyi pénzt kell elkölteni. Ebben benne van nyilván egyébként a korrupciós koeficiens is, ami a páncélosnak a felfegyverzettségét illeti, de benne van az összes többi technika, ami az oroszoknak a technológiai lemaradását jelenti. Elképesztő. Hogyha csak másfélszeres. Hogyha csak másfélszer annyiba kerül mondjuk egy T-90-esnek a hasonló színvonalú, mondjuk így egy felfegyverzése, mint egy leopárdi, akkor is vérfagyasztó a dolog, hiszen ugye a bérek Oroszországban mások, mint nyugaton. Ezek abszolút nem biztosak ezek az adatok, amiket én mondok. Én abból indulok ki, amit az ukrán propaganda, az ellenzéki orosz propaganda, amit az orosz kormány propaganda, amit az ukrán kormány propaganda oroszul harsog. Tehát itt egy nagyon fontos információs hadviselés is zajlik, és történelmi szempontból is egyébként olyan fajta forrásokat tudunk meg, hogyha valaki az internetet böngészi, vagy egyszerűen rajta van a Facebookon, amikre egyébként az életében nem került, nem tudott volna megszerezni, hogyha nincs az orosz-ukrán háború. És hogyha ezeket nem gyárták le, tehát ebben benne van a Deutsche Welle-nek a tevékenysége, benne van a BBC-nek, meg benne van az Amerika hangjának, és a dokumentum felvételek is elképesztően jók és érdekesek és színesek. De életvezetési tanácsok is vannak. Ukrán részről például elmondják azt, hogy hogyan kell túlélni azt, hogyha támadás alatt vagy. Tehát, hogyha nincsen semmid, mire koncentrálj, hogy legyen, hogy ne, hogy meghaj. Pszichológiai szempontból mikor várható az, hogy feladod, és hogy mit kell annak érdekében tenned, hogy ne legyél öngyilkos például. De vannak ezen kívül másfajta összefoglalók is. Nem akarok abba belemenni, hogy milyen praktikus és szórakoztató dolgok is vannak. Tehát pszichológiai meg másfajta szempontból is, amit a háborús helyzet az nyújt, és hozzáteszem, ezek oroszul vannak. Tehát az ukránok
nagy figyelmet fordítanak arra, hogy ez a fajta anyag, amit ők kikutattak, történelemben, meg másutt is, az oroszul is eljusson a közönséghez, különös tekintettel arra, hogy nyilvánvaló, hogy ugye befolyásolni kívánják az oroszországi közönséget is, és az orosz ellenzékiek is, miután odahaza nem tudnak semmit sem elérni, ezért külföldön megkapva nyilvánvaló egyébként az ehhez szükséges nyugati támogatást, dolgoznak. Nagyon szépen köszönöm, Gecse Géza történész volt a vendégünk. Viszont hallásra, minden jót!